Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett kerületi központi megemlékezésre március 14-én került sor a polgármesteri hivatal dísztermében. Mint minden évben, idén is egy kerületi iskola szolgáltatta az ünnepi műsort. Ezúttal a József Attila gimnázium diákjainak előadását tekinthették meg a jelenlévők. Egy patinás kerületi iskola diákjai adtak egyébként kiváló műsort. Különösen tetszett benne az, hogy bár az akkori időkről szól, azért mégiscsak volt benne egy kis modernitás, tehát nehéz ezt csak összehozni. Ugye gyerekkorom óta járok ilyen iskolai rendezvényekre, hát először a diák logikán, aztán szülő logikán, most fenntartói logikán is, és őszintén mondom, nagyon nehéz új szellemet vinni ezekbe a műsorokba, és a József Attila gimnáziumnak ez sikerült, úgyhogy őszintén tetszett az előadásuk. De nem csak az iskolai előadás vált hagyománya ezen a napon, hanem a Pro Communitate kitüntető címek adományozása is. A Pro Communitate díjazottjainak került átadásra ez a díj. Veresnik Rajcár Izabella, a polgármester asszony adta át. Minden évben két olyan embernek szavazza meg ezt a díjat a testület, a képviselőtestület, akiket úgy érzi, hogy a kerületért végzett tevékenységük az annyira fontos és annyira hasznos volt a kerületnek, hogy ezt ilyen formában díjazni szeretné. 2008-ban az elismeréseket Bajtainé Májer Éva újságíró, a Barátság folyóirat szerkesztője, valamint Birtola Lászlóné, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnökségi tagja kapta meg. További elismerést vehettek át azok a jeles kerületi személyek, akik az idei nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetésben részesültek. Dr. Sklenári György háziorvos az Egészségügyi Minisztériumban vehette át az egyik legrangosabb szakmai kitüntetést, a Batthyány Stratmann László díjat, míg Hága Mária, a kerületi cigány kisebbségi önkormányzat vezetője, a Magyar Köztársaság érdemkeresztjét kapta a cigányság körében végzett sok évtizedes munkája eredményeként. A cigányság körében végzett sok évtizedes munkám eredményeként kaptam, és az nyilvánosságot használom fel arra, hogy megköszönjem mindazoknak, akik lehetővé tették számomra, hogy ezt a nagyon magas kitüntetést megkapjam. Szívesen emlékszem egyébként életemnek egy korszakára, mikor fiatal tanítónő voltam. Nem csak azért, mert nagyon fiatal és kezdő, és a Fényes Szelek nemzedékéhez tartoztam. Tele voltam hittel, reménnyel, vágyakozással és tenni akarással. És azért is boldog voltam, hogy tanítónő lehettem annak idején, mert bekerültem a pedagógus társadalomba, és részessé válhattam a gyermekek integrációs nevelésének. Mit gondol, mi az a momentum, ami tulajdonképpen elősegítette azt, hogy a roma kisebbségnek mondjuk jobb legyen a helyzete, és melyek a további tervei? Szerintem a tanulás az a legfontosabb. Én a saját példámból említeném meg, hogy Debrecenből a cigány soron nevelkedtem, és onnan indultam el, és csak tanultam, és tudtam azt, hogy miért tanulok. És tanulás nélkül ma már nem lehet egyetemes műveltséget megszerezni, nem lehet egyetemes tudáshoz jutni. És ez a legfontosabb üzenetem, hogy tanuljanak.